Lehetséges ingyen autózni? Lehetséges, hogy semmibe se kerül, ha elugrom a bevásárlásba, vagy elugrom a munkahelyre, vagy elugrom 20-30 kilométerre, és semmibe se kerül, teljesen ingyen van, nem kell tankolnom, vagyis hát a napelememről tankolok. Na nézzük meg ma ezt, úgyhogy elég kíváncsi vagyok, hogy mit fogtok hozzá szólni. Én mindesen megmutatom őszintén az adatokat, megmutatom azokat a tényinformációkat, amelyekkel mi Tapasztalatként rendelkezünk az elmúlt nagyjából egy évben, de ami legfontosabb az idei év, amikor egy teljes rendszer már egytől fölállt, és teljes kapacitással működik. Ennek az adatait fogom megmutatni, illetve ez tartozik egy zoink, a, a kis zoink, ami most meg is döbbentem, hogy milyen öreg szegény már. Kilenc és fél éves, ha jól néztem. Úgyhogy meglátod, hogy mennyit romlott, mennyit degradálódott az akkumulátora, mennyi a hatótáv, egyáltalán hogyan működik az egész rendszer, és mik azok a paraméterek, amiket tapasztalatból úgy látom, hogy bővíteni kellett. És előre tudom, hogy nagyon-nagyon sok idézőjeles szakember fog tiltakozni. Előre jelzem, hogy ne blamálják magukat, tényeket fogok elmondani, mért számokat, a vélemény, az persze lehet más, és meg lehet osztani, örülök neki, ha van ellenvéleményed, vagy kérdésed. Mindenkinek válaszolni szoktam, szó szerint kivétel nélkül mindenkinek. Úgyhogy nézzük is, Miről is van szó? Van nekünk egy, egy zoink, ami öt éve van, öt és fél éve van nálunk, tehát második hóban vettük, öt évvel ezelőtt, pont úgy, hogy még négy éves garancia voltán egy hónapig, vagy másfél hónapig rajta. Magyarul volt egy végső átvizsgálás, teljesen korrekt és komplett állapotban vettük át, hiba nélkül, azóta se volt egyébként vele hiba. Olyan persze volt, hogy mondjuk elkopott, a, vagy elrosdást adott a fék, Rendszerben nem használja a fékrendszert a rekuperáció miatt, és mi magunk sem szeretünk nagyon basalni, hanem hanem előretekintően vezetünk. Úgyhogy ilyen előfordul, tehát ilyen kopás jellegű, de hogy elektronika, akkumulátor, motor, ilyen meghibástes nem volt. Van egy, azt gondolom, hogy eleve betegsége ennek az autónak, hogy nem túl erős a fűtése. A hűtése nagyon jó, a klima nagyon jó, a fűtés nem túl erős, ebbe persze viták vannak, sokan azt mondják, hogy jó, nem jó. Én háromszor vittem szervizbe, egyszer össze is törték, letépték a a bal ajtót, mert ugye balfácán szerelő kiállt vele, de nem csukta be a baloldali ajtót, ahol ült, ahogy lát az emelőről, de mindenesetre semmiféle probléma, gond nem volt az autóval, aksi az bérelt aksi, havi 59 eurót fizetünk érte, és 9500 eurért vettük, plusz áfa, az áfát nyilván is szegényeltük az osztrák vállalkozásunkban, 5 és fél évvel ezelőtt. Tehát így most 9 és fél éves az autó, úgyhogy igen-igen öreg autónak számít, legalábbis az átlagember azt gondolja, a elektromosban tényleg nem nagyon vannak ilyen öregek, sokat fiatalabbak vannak. A feleségem és a fiam is, és én is használjuk örömmel, imádjuk, egyszerűen városban nem tudunk jobb autót elképzelni, úgyhogy ez a saját tapasztalatunk, lehet vele vitatkozni. Távolságra nem nagyon szoktunk menni, ha távra megyünk, akkor vagy az eszpászunkkal megyünk, ami az én kedvencem egyébként, tehát azt, azt, imádom a legjobb, az a legkényelmesebb, még az Avangard régi ék alakú és van egy, van egy új amely garanciális még, de van benne ilyen 100 ezer kilométer körül. Egy, C180, az is egy Renault motoros érdekes módon, úgyhogy mind a három autónk Renault szív dobog benne, de, de Mercedes van az egyik logon, és, és ezt a, ez a Zoe egyébként most 81 ezer nél tart, Úgyhogy nagyjából egyik a, ezek a kiinduló paraméterek, hogy egy picit lássál egy pár konkrét adatot, itt megmutatom, tehát ez 2015 második havi az autó, és amellett, hogy Renault Zoe, lényeges dolog benne, meg hogy fehér, meg mit tudom, milyen paraméterei vannak, hogy 1468 kg, tehát nagyjából 1500 kg az üres súlya, ha én belülök, akkor százal több, tehát ezzel kell nagyjából számolni, ebben piszkosul, gyorsul, annak ellenére, és akkor, ugye ez lényeges dolog, tehát jegyez meg, hogy másfél tonna, ehhez képest a teljesítmény 43 kW, kilovat és ami kb. 57 lóerőnek felel meg. Egyébként ez nem úgy van pontosan, mint az a benzin és dízel autóknál, hanem lehet rövid távon a gyorsításnál ilyen, nem tudom, busztolási lehetőség, hogy többet, tehát amikor kírja, hogy egy erősebb emelkedőn padlógázzal megyek fölfelé, és lelőszök mondjuk benzéneseket, vagy elindulok mondjuk lámpán, és ott a GT golfokat sorra, akkor, vagy a BMW-ket nyilván az még örömmel is, akkor azért 65, ló, 65 ot is kiszokott írni, tehát valószínűleg van egy rövidtávú plusz terhelési lehetőség, de alapvetően 57 ló erős, Mi nem tűnik soknak, sőt nagyon kevésnek tűnik ma, és az is nagy súlynak tűnik, de ezen is lehet majd vitatkozni, de volt előtte egy egy SMR cím, nem ugyanerre a célra használtam városi használatra, de előtte volt, egy 450-es, tehát a, a legnagyobb V8-as motorral, 340 lóerővel, aztán 6 sebességes vagy 7 sebességes automata váltóval, és egy lámpától indulás vagy egy kikanyarodás mondjuk, valahonnan az, az messzeverem a Zoé, mármint a Zoéval messzeverem a Mercit, és ezen sokan vitatkoznak, hát na, a nagy teljesítmény, mert a hülyeséget beszélsz egyebek. Utána is néztem, nagyjából fél másodperc, fél 0,7 másodperc magának a hidrodinamikus váltó, illetve az egész váltóműnek a reakcióideje, és maga a motornak is fel kell pörögnie. Ugye egy V8-as nagy forgótömegű motorról van szó, az egyik legnagyobb motor a mercedes így sorozatban, az AMG-ket persze kivéve, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy 0,7 és 1,2 másodperc az, amíg a, a teljesítményét, hogy tényleg jobb, jobban tudja mozogni, eléri, az alatt a Zoe már rég átment a keresődésen és azonnali reakció van, ugyan nem sok, de az a max körülbelül 100 lóerő, amit le tud adni, vagy 90 valány lóerő, amit le tud adni, az, az bőven helyben hagyja a mercit. És ami még egy lényeges különbség, vagy még egy lényeges dolog, hogyha nem üveghangig hajtott ki, tehát 5500 ig nyomod a V8-ast, ami elég barom dolog, tapasztalatbotom, hogy ilyet nem csinál értelmes és autót szerető ember, akkor még ráadásul váltani is kell 5 50-es tempóig, 50-60-ig, amíg ugye egy keresztésből kijössz, mondjuk városban vagy elővárosban a 60-as, 80-as táblák vannak, tehát egyszerűen a mercit az, az kenterbe veri. És ezáltal az a, 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 biztonság is jóval nagyobb, nem is beszélve a, a változó autóinkról, és hát imádja a fiam is, akinek azért még nincsen olyan óriási tapasztalata, mint nekem, aki közel 40 éve autózom, tehát tehát hihetetlenül gyors, biztonságos, és nyilván amikor a Merci eléri a másik fokozatát, és megvan már a, a pörgés, akkor nyilván elő mellette 60 fölött, de hát ki a túrot érdekli ez 60 fölött a gyorsulás, amikor városba járunk. Úgyhogy nagyjából ennyi röviden, és hát nyilván van egy nagyon érdekes tapasztalat ebből, és ez egy, ugye ez nem egy normál autós csatorna, ahol autókat tesztelünk, és inkább egy vállalkozói csatornán. Érdekes tapasztalat, hadd mondjak el, hogyha megnézed a következő képet, vagy ebből is látszik egyébként, 57 lóerő elég ahhoz, hogy egy 130 lóerős autó gyakorlatilag, vagy egy 135 km per órával menő autó gyakorlatilag tudjon közlekedni, tehát egyszerűen elegendő hozzá. Úgyhogy ebből a szempontból azt gondolom, hogy bőven elég ez a teljesítmény. Minden, ami e fölött van, legyen az gyorsítás, legyen az elindulás, legyen egyéb fölöslegesen sok, tehát amikor látsz egy X6-os BMW-t 3000-es, 300 lóerő fölötti motorral, akkor na az aztán az igazi környezetszennyezés, tehát nem a, a az 1.6-os dízelekkel van a gond, inkább, hanem a, ezek a túlmérezett dolgokkal, tehát általában 100 lóerő fölött már Szerintem úgymond fölöslegesen sok, plána ha megnézhet, hogy egyenletes haladásnál egy Tesla is mondjuk 20 kW-nál nem fogyaszt többet, ami nem, nem több, mint. 26-27 lóerő. Tehát ennyi kell a közlekedéshez, a légeláshoz, az, hogy most baromira tudsz gyorsítani 120-tól 180-ig, azt nem tudom, hogy kit érdekel, de nem legális itt Európa ezen részén legalábbis. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ideálisan jó autó. Nyilván távolsági útra lemenni Horvátországba hajomra, elmenni Magyarországra Eladásokat tartani, képzéseket, vagy elmenni Németországba előadásokat tartani, az, inkább használom a Mercit, akár 3,7-es fogyasztást is tud csinálni, tehát nagyon-nagyon jó és takarékos, de akkor is nyilván beltem a tempomattól is megyek 500 kilométert, erre nem alkalmas a Zoe, tehát nem kell megérdésbe beírni, hogy majd akkor szól, ha megy 1300 kilométert, nem megy, és nem is akarok, és nem is érdekel. Úgyhogy nézzük még, milyen fontos paraméter van, ez tényszerű adat szintén, hogy ne lehessen vele vitatkozni. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt nagyjából 2130 kilométeren az átlagfogyasztása az 13,6 volt. Nyilván látott 31 km per, per, óra volt az átlagsebességünk, tehát magyarul nem haladtunk gyorsabban, mert, mert hova, meg minek, meg milyen módon és látszik, hogy gespárta energia, tehát a rekuperációból visszanyert energia az 24 kW, tehát kevesebb valami, mint 10 százalék, de, de nem kevés egyébként. És 87 pontra értékeli az energiatakarékos vezetésünket, a családot, három tagját beleértve, vegyesen használjuk, a 100 pontból. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy időnként megyünk autópályán, ugye itt Grács alatt van egy autópálya, egy alagút tulajdonképpen, ami átvisz, 97-tel az Eco limitnél 97-tel tudsz menni, bele tudsz 130 is, csak az Eco limit az ennyit ad a tempomatnak, és hát 100 lehet menni az alagútba, tehát ott szoktunk gyorsabban menni, de az átlag, ahogy látod, 13,6, tehát ez a valós tényadat az elmúlt 2000 kilométer, egyébként 81 ezer van most az autóban. Honnan töltjük, és akkor mindjárt össze fog állni a rendszerről a, a kép, van egy 14 kw amit itt látsz egyébként a kertünkben, egy 14 kW-os olyan napelemrendszer, amit magunk telepítettük, tehát látod egy picit nem teljesen egyenes, egy kicsit göröngyös, egy kicsit olyan mi, fiam, mi, mi borjunk fia, vagy nem tudom, hogy mondják, meg láthatod, hogy jobb fölül van egy sérülés, tehát hiányzik egy panel, egyet elvitt a szél, összetörte, azt még pótolnom kell, el kell ugranom a szállítóz és hoznom kell, akitől vettük itt Ausztriában. Mindjárt látod majd a számadatokat is. Tehát ebben töltjük, ahogy látod, nem a tetőre telepítettük egyrészt a tetőn, nem nehéz tisztítani, tehát azért nem akartam másrészt, többe került volna a munka, hiszen azt én nem csinálom meg magam a fiammal, többe került volna a munka, mint a maga a, a napelem, és ezáltal a megtérülés jóval, jóval kitörödött volna. És a másik pedig, hogy van egy olyan domboldalunk, egy pont délre néző, kicsit inkább dél-keletre, de dél felé néző, vagy dél-nyugat felé néző ö, olyan lejtőnk, ami egy az egybe kiadja az ideális szöget. Tehát egyszerűen fúrtunk pár lyukat, egy nagyobb teljesítményű fúróra, SDS fejű fúróval vettünk egy földfúrófejet, 120 mm átmérőjét, beraktuk oda ezeket a itt nagy kérbe megvett alumínium profilokat, kiöntöttük egy-egy vödör betonnal, nyilván van benne vagy, 60 valá, vagy 30-valány láb, és a 36 darab panel fölkerült rá, Mondom, egy most megsérült, ezért nem teljes. Az inverterünk az egy közvetlenül Kínából rendelt. Mi az egyik legjobbnak tartjuk, de ez ne legyen tanácsadás, tehát ne rám hallgass, csinálj, mit te gondolsz. Egy invertert használunk, online le tudom kérni az összes adatot, majd mutatok ilyen adatokat egyébként. Fontos dolog, hogy Ausztriában nem akartunk belemenni a bonyolult és ezáltal drága és ezáltal megtérülést kitoló megoldásból, hogy betáplálunk, mivel használunk elég áramot, ezért mi magunk használjuk föl, is van ehhez természetesen megfelelő akkumulátorunk. Tehát nincs betáplálás, ugyan tudna a rendszer, tehát képes rá. Egyébként 12 kilovattos, azt hiszem a legnagyobbat vettük ebben a sorozatban, 12 kilowattot tudtán leadni, és tölteni, 11-et vagy 10-et, mindegy nincs jelentősége, nagyjából a, csúcs, amit láttam töltésnél a 14,4 peak napelem rendszerből, az volt 12, 12,1 kW, amit le tudott hozni a, a, az inverter részben, az aksiba részben a felhasználáshoz. Tehát grázban vagyunk, nem feltétlenül a legoptimálisabb, mert sok itt a pára, a felhő, sok az eső is, tehát egy klassz klíma van, de tehát nem olyan száraz, de, de nagyjából ebből kell kiindulni, és nyilván az árak is mások, tehát az áramárakat is meg fogom mutatni, nyilván a megtérülés az által más. Ha egy kicsit drágább az áram, akkor hamarabb térül meg, ha bár nem biztos, hogy sokkal drágább az áram, mint Magyarországon, majd meg fogod látni, valószínűleg olcsóbb egyébként, mármint valós mennyiségű használatnál. És nem volt és nem lesz támogatás a rendszerünkön, tehát nincsen semmiféle állami támogatás, EU-s pénz, mit tudom, micsoda. ezeket én nem szeretem. Én azt szeretem, ha magamtól számolni, akkor nem fülök senkitől, senki felé nem kell elszámolnom, és semmiféle hülyeségbe nem kell belemennem. Úgyhogy ez egy nagyon klassz, kompakt rendszer, biztonságos, minőségi, tényleg hosszan kutattunk, amíg, amíg ezt választottuk. Én ezt nem javaslom, mert nem akarok tanácsadást, ne az ennyi, hogy én javasoltam, azt valami gondod van nekünk jól működik. A vejem is, és több a VM családjában is több helyen működik ilyen. Hozzá először egy aksit vettünk. Ez ugye 280 amperórás kettle LFP akkumulátorokból összerakott akupak. 48 volt névleges teljesítményű, vagy névleges feszültséget ad le és így tizen, az egyik az 2,80-asabból áll, a másik az 310 esekből tehát összesen kb. 30 kW akkumulátorunk van. Miért van kettő? Először egyet vettünk, de az elemzésekből kiderült, hogy már sokszor délben vagy egy órakor megtelik az akkumulátor, és tudna többet termelni, nem mindig, tehát tényleg nem mindig igaz, de tudna jóval többet termelni a legtöbb esetben, ha süt a nap. A napelemünk, és ezt nem tudjuk eltárolni, akkor másnap lehet, hogy vagy éjjel, vagy a hajnali órákban lehet, hogy hálózatról kell vennünk áramot, ezért a legjobb befektetésnek a bővítését tekintettük, úgyhogy vettünk, és most kettő van. Határeset, hogy esetleg egy harmadikat is érdemes lenne venni, de itt még nem tartunk, mert attól függ, hogy hogyan fog változni az egy elektromos autó, ami rövid távú használatra használunk. Ha a mercedes le fogom cserélni, mondjuk egy Tesla-ra valószínűleg, akkor jelenti, hogy ez meg fog változni, a hosszú távú utakra nyilván több áram kellhet. Most egyébként, amit termelünk, jó részt felhasználjuk, és, és, ennyi. Vannak még persze optimálási lehetőségek a házban, meg fogod látni. Itt van a január óta eltelt adatok, nyilván a január elsőjén, amit látsz elsősorban adatokat, ugye a szolár az a napelem, az az előtte megtermelt, de még nem volt igazából rendszerbe állítva, a 15,2, tehát az előző év tört hónapjaiban Hol működött, hol nem, még tesztelés alatt volt, illetve a 2000 amit a hálózatból vettünk, tehát akkor még jóval több volt, mint a hálózatból vettünk. És onnantól számítódik tulajdonképpen is, amit itt látsz a jobboldali oszlopban, ez gyakorlatilag a, a megtakarítás kumuláltan, tehát most tartunk ott, hogy január óta a megtermelt áram 75,3%-ban már teljes, vagy fedezte a felhasználásunkat, tehát 75%-os volt a megtakarítás, fél évnél ez 71 körül volt, de nyilván az augusztus az sokat nyom bele, egyrészt nem is voltunk itthon, feleső most három hétig vitorláztunk, és a fiam volt egyedül itthon, minimális volt a felhasználás, autóba töltögetett, hogy ment, jár dolgozni, egyetemre ment be éppen. És itt van, a, ami egy lényeges adat, hogy gyakorlatilag a fél éves megtakarítás eddig az 71 százalék, tehát 71 százalék volt az, amit saját munk termeltünk az összfelhasznált áramból. Az első fél évben nyilván január, február, még a március is elég gyenge volt természetesen, az április se volt igazából még tökéletes. És itt látszik egy megtérülés számítást, hogy ne titkolják el adatokat. Tehát itt van az axi, az első axi, amit vettünk, és hozzá a hibrid konverter, az 6700 euró volt, ez volt az induló pakunk, és később bővítettük még egy aksival, plusz ahhoz kellettek kicserélni a, 48 voltos hálózati résznek, ami egy pár méter csak, ott, ott kellett jóval nagyobb átmérőjű, nagyobb áramok vannak a kábeleket bővíteni, és így az további 4600 euró volt. Most ez lement az aksi egyébként jelentősen, tehát akár majdnem 1000 euróval olcsóbb most már az aksi, tehát jelentősen csökkent, úgyhogy lehet, hogy most érdemes lesz kvázi bagatel összeg venni egy harmadik pakkot, ami egy komplet pak, tehát benne vannak a, az LFP 2-aksik, amik 20 évig is jól lesznek, azt mondják legalábbis ilyen több ezeres ciklusok van, 4-5 vagy 6 ezer, nem tudom pontosan, és a másik az, hogy saját battery management rendelkezett, BMS-sel rendelkezik mind a kettő, úgyhogy az kommunikál egy UTP, tehát hálózati kábelen természetesen az inverterrel, a kettő kompatibilis és azon a szabványú. A szolár panelekhez a keretet, amit ugye magani építettünk meg, az nagyjából 1100 euró volt, ezek alumínium profilok, 3, 3 vagy 4 mm-es a profilok ilyen 30-40 szer 30-40-es körüliek, nyilván lábakhoz erősebbeket használtunk, nagyjából ennyi. Mi magunk raktuk össze, nem hegeztettük, hanem csavaroztuk, egyszerűen, egyszerűen tapasztalatból már jóval ügyesebben csinálnánk a másodikat, de az első is jól sikerült. Működik kiált viharokat, egy panel, ami nem volt jól lerögzítve, Őt nem is volt lerögzítve egyetlen, azt elvitt a szél és darabokra tört, már mint ilyen szilánkosra tört, Valószínűleg hogy működik csak, már nem szigetel, tehát rövid zárlatot okozna, ezért nem lehet használni. A többi, egy, még két panel elszállt, de aznak sem baj, nem lett, ezek elég strapabíróak. Úgyhogy nagyjából 18 ezer eurót költöttünk rá, és be, tényleg minden benne van, korrektül, nem, nincs semmi levéve. Nagyjából egyébként, hogyha tetőre raktuk volna ugyanezt a rendszert, és egy céget bízunk, akkor még egyszer ennyi lett volna. Tehát nagyjából az 36 ezer euró lett volna, tehát iszonyatosan drága a munkadi. Magyarországon nem annyira, itt Ausztriába igen. Mi maunk csináltuk a vejem egyébként, ilyen elektromos szakember, ilyen mindenhez ért, én meg amihez kell beletanulok. Úgyhogy ketten együtt összeraktuk, nem mindig teljes egyetértésben, úgyhogy a szakemberek, illetve én mint laikus, a balfáccán sem ért mindig egyet, de azért legtöbbször nekem volt igazam a tények. Engem igazoltak, mert a józanész mindig legyőzi a, a, a vak szaktudást. Szóval megtérülésnél a számításnál figyelme kell vennünk a, a nagyjából 18 ezer eurót. Ami a másik oldalon látsz jobb oldalt, az energia egy évre, ugye itt kétfelé oszlik, mint Magyarországon a hálózati használat és az energia. Itt, itt el, egy, egy éves elszámolást vettem alapul, tehát egy teljes éves elszámolást néztem, ebben még nem volt benne a napelem. Nagyjából azt lehet mondani, hogy az energia egy évre 2247 euró volt, és a hálózati díj, ami ugyanúgy a kilóottóból rászámolódik, az 751, tehát látszik, hogy nagyjából egy harmada hálózat. Érdekes, hogy ez a megfordult, nyilván nagyon egyszer az oka, hálózatokat megvette a Mészáros, és innentől nem az állam, illetve az energiaszolgáltatók, az állami cégek, a MVM, vagy nem tudom melyik keres rajta, hanem a Mészáros, tehát nyilván te őt fizeted, ott megfordították érdekes módon ott negyede vagy ötöde Magyarországon az energia, nagyon olcsó, és a hálózat meg két-háromszor annyi. Nyilván mindig, hogy mátra erőművet vesz, vagy hálózatokat, a szerint kell változtatni ezt az arányt. Ausztriában ez normális arányban van, mondanom se kell, tehát itt nincs mészáros aki lenyúlná az egészet, az egész pénz jó részét. Tehát ez csak nem, ez nem politikai, hanem ez, ez, egy szakmai megjegyzés volt, tehát miatt jönnétek, hogy politizálok. Szeretek politizálni, de ez most nem arról szól. Szóval nagyjából azt lehet mondani, hogy 3600 euró volt az áramfelhasználások, ami elég sok, tehát elektromos autózás van benne, mi mindig főzünk, tehát a feleségem Isten ilyen tud főzni, sütni, sütés-főzés megy. Egyébként tapasztalat, hogy a sütés-főzés jóval többet fogyaszt, pláne ha hozzáveszünk a melegvizet, mint az elektromos autónk. Tehát az elektromos autó mondják, hogy mennyi nem lesz elég ára, <laughs> a legkevesebb lesz az elektromos autózás a városokban, a gond inkább mással van, klímákkal és egyebekkel. De a lényeg, hogy nagyjából a becsült, de ez egy tényleg egy becsült dolog, nem lehet pontosan megmondani, és nagyon alul van tervezve, az 71 százalék megtakarítást, ha veszünk figyelembe, akkor nagyjából 2500 euró megtakarításra számíthat. Egy 340 négyzetméteres óriási házunk van Grácsban, ahol klímák vannak, és minden egyéb, tehát nyilván ez egy nagy szám, sok fogyasztás van, de, de ennek látható az oka. És még vannak apartmanok a házban, kettő is, ami bérbadásra fog kerülni, vagy Airbnb, és az még fogyasztani. Tehát ez, ez, a, ez az arány javulni fog, mert a plusz fogyasztásra az valószínűleg a háló, nem a hálózatba fogjuk menni az áramot, ha magunk termeljük meg, majd meg fogod látni a konkrét diagramokból. Jó, tehát nagyjából azt mondom, hogy 7 év, 7 év, 7,05, mondjuk azt, hogy 7 év a megtérülés, de a megtiszt számítást mondom, egy becsült érték, tehát változik a felhasználásunk, változik a klimatikus helyzet, és, és hát nyilván egy egy fiktív az egész számolás, tehát nyilván sokan fogják most mondani, hogy nem értek hozzá, meg rosszul számolok, meg egyebek. Matekban velem fölvenni a versenyt, amikor gimnáziumban mondjuk országos harmadik helyzet lettem matek versenyen, a tagozatosak között, tehát a legjobbak között, azóta nem sok mindenkinek sikerült, sokan kritizálják a számokat, de a végén... Hát nekem van igazam. Jó, ez nem nagy képviség, hanem ez is csak tény akart lenni. Ami változhat, és ez egy lényeges dolog, ez a megtérülésben, mert ez egy pillanatnyi érték, amit most számolunk. Ami jelentősen csökkentheti a megtérülési évek számát, tehát a hétről akár lemehet 3-4-re is, az egy pár tényező. Az áramdíja, ahogy tapasztaltuk az elmúlt időszakban, inkább emelkedni fog, tehát nem lefelé fog menni. Ugyanitt mellettünk nincs két kilométerre az új vízi erőmű, ami ellátja Grátkon, de akkor is ugye globális árat fizetünk. Tehát az áram emelkedésével csökkenni fog, míg a beszerzés érték nem változik, mert oda van, be van építve. A másik, ami, ami változhat, hogy az elektromos autót egyre többet használjuk, és ha lecserélésre kerül a merci, akkor az elektromos felhasználás is jóval több lesz, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy ezt a napelemből fogjuk, hiszen meg fogod látni, most ré... az idő jó részében sem használjuk el, amit meg tudnánk termelni, de majd elmondom miért, hogy miért van ez így, és a kritikát, amit kaptam, hogy túl van méretezve, miért nem igaz. De ezt is meg fogjuk látni. És ami még egy lényeges dolog, amit nem, itt nem, nem látsz a számokban, és nem tükrözik vissza, hogyha nem elektromos, saját töltésű elektromos autóval járnánk, hanem mondjuk a Mercivel vagy a Despasszal, ami ott áll mellettük, járnánk, akkor, akkor, nyilván többszöröse lenne maga a közlekedés költség, ami növelné és csökkenténe a megtakarítást, növelné a költségeket. Úgyhogy ez is, ez is, bele tartozik, és hát nyilván minél, minél többet fogunk elektromos autót használni, annál inkább nő a, csökken a megtérülési idő, ami megváltoztathatja természetesen az egész számítást. És hát még egy bővítési lehetőség van, ugye, hogyha még egy akupakot veszünk hozzá, akkor, akkor a a kiegyenlítést a, a rossz jó és az erős napok között még inkább fogja erősíteni. Úgyhogy nagyjából ezek a számok, nem tudom, írta valaki, hogy majd mutatom a megjegyzést, hogy hát túl van tervezés, sose térül meg. A hét év szerintem nem soha. Szerintem a ez egy elég jó arány, figyelem véve, hogy az áram az valószínűleg drágább lesz a jövőben. Aztán itt van a következő, és most meg is fogom mutatni közvetlenül magát a, az egész felületét, ahol a, a rendszert látok, hogy lássál valós adatokat, úgyhogy próbálj meg átmenni a, a böngészőmre, hogy élőbe lássuk, itt van élőbe, látod, az egeremet is látod, ez a pont mai nap, ahogy látod a, a produkció, tehát a termelés, az itt egy kicsit visszaesett, mert mondjuk jött egy felhő, de ha mondjuk megnézzük a tegnapi napot, azt pedig jól mutatja, hogy folyamatosan magas szinten termelt a napelem, Nyilván elég poros, egy, por, egy kőbánya van innen két-három kilométerre tönt, tehát van valamennyi por, és nyilván nincsenek lemos van napelemek, de nyáron mindegy is ilyen. A csúcs, amit most termelt, a tegnapi szürke, és, de azért napsütés volt, csak olyan kicsit szürkületes, 9,17 volt, Hopp, most frissített és visszogrott a mai napra, 9,17, tehát így tud termelni, de mindig hozza mondjuk a 6-8 kilovattot, folyamatosan, amikor nincs igazából tűz És ami a lényeg benne, hogy gyakorlatilag itt van egy, egy megtörés, itt alul látható egyébként, hogy az akkumulátor elérte a 99 vagy a 100 százalékot, a 99-100 százalékon ezen a platón volt egészen este ha jól látom, 6 óráig, ami azt jelenti, hogy ezen időszakban, tehát 3-tól 6-ig nem termelt. Nagyjából egyébként, mivel a fekvés olyan a napelemnek, ezért este 7-ig is szokott termelni, de 6-ig mondjuk a 6 kw hozná. Tehát itt veszhetett el úgymond áram, amit írt egy kritizálom, hogy túl van méretezve. Igen, ám csak ha méretezel, akkor nem a nem a legkisebb fogyasztás, hanem a legnagyobb fogyasztás a tervezet, tehát mi térre méreteztünk. Nem tudom, miért írja ezt valaki, hogy én milyen hülye vagyok, és, és rosszul gondolom. Nem értem. Tehát így én Átos mérnök vagyok, meg meg programozással foglalkoztam, ebbe, ez jól értek, de nem értem, hogy, 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 hogy lehet valaki ilyen, és azt mondja, hogy szakember. De mindegy. A lényeg az, hogy jól láthatod, hogy a használatnál vannak egy letörések általában ez ilyen itt már mikor? 14 óra 20-kor, gyakorlatilag megtelik az axi. És ami a lényeges, itt az akkumulátor látő, az előző napról viszont még átjövünk 56%-kal, tehát magyarul mindent felhasználunk, és utána megint telire töltünk, tehát a hálózati használat, amit itt meg tudok mutatni a net, az gyakorlatilag egy vízszintes vonal, vannak ilyen kis pikek, kis mini kiugrók, amikor hirtelen áramterrel is van, és az aksi nem kapcsolóan gyorsan, de ez minimális. Itt például a, a, a tegnapi napot, ha nézem, ugye az nem tegnapi nap, ez március, bocsánat, márciust, ha nézek, meg áprilist, akkor láthatod, hogy már akkor is nagyjából megtermelted, de volt mindig egy kevés használat. Tehát a válasz az a kiasználtságra, meg hogy túl van terhel, van rendszer, hogyha a úgymond gyengébb időszakban nagyjából a, az 5-10 százalék, itt mondjuk 10 százalék, 10%, 5% itt mondjuk 10% alatt van, amit a hálózatban veszel, tehát 80-90% a megtakarítás aránya, akkor nincsen túlterhelve, illetve ami fontos még, hogy itt még nem volt meg a két Axi. tehát túltervezve nincsen, amit bővíteni kell majd valószínűleg az akkumulátor lesz, itt láthatok egyébként, mutatok napokat, hogy lássál, illetve visszamehetünk mondjuk olyanra, amire vannak még archív adataim, ez április 1-től mondjuk, és április 1-nél is látható, hogy már áprilisban is viszonylag korán megtelt az aksi, de ezzel együtt másnapra lement 15-re, ami a, a limit, amennyit kivettünk belőle, tehát onnantól megáll, most megint a mai napra ugrott, jó? Tehát nagyon látható, hogy ha megnézem folyamatában, akkor egy nagyon kiegyensúlyozott rendszer, ebből viszont következik az is, hogy akiket ismerek Magyarországon is, és szakemberek, szakemberek tervezték nekik, azok mind-mind betegen alul tervezett rendszerek, tehát amikor főraknak egy, egy három-négy fős családnál, ahol mondjuk villanyjal főznek, és, és melegvizet is termelik, nyáron nincs is értelme gázzal, azt gondolom, akkor, akkor tulajdonképpen, és ráadásul na is, elektromos autóik is van, akkor ilyen 3,5-4 kilovattos rendszereket raknak föl a, a tetőkre, azok abszolút egészségtelen, mondhatni, tervezések, tehát rossz tervezések. Azért is, megmondom őszintén, mert, mert folyamatosan nő a családoknak a fogyasztása, főleg az elektromos autó bejövetelével, mindenféle kütyük most már a klímaberendezések miatt, és ami a, a számolást hozza jó részt, az abból van, hogy ilyen éves átlagot néznek, de nem abban van a lényeg, abban, hogy milyen kélengések vannak napi, illetve havi szinten, és onnan láthatod, hogy valójában alultervezett, betegesen alultervezett a legtöbb rendszer. Szóval, Ennyi élőben a, a rendszerünk. Itt egyébként meg tudok mutatni egy pár adatot. Ez most a folyamat ábra, ami az élő adat, tehát egy gyors frissítést kérek most. Ugye ez vasább délelőtt van, amikor te délután kerül fel a videó, tehát teljesen friss, ropogós, élő adat. Itt most 7,73-on vagyunk, süt a nap, tehát tök jó, kicsit olyan szürkületes, de, de valában napsütésnek számít. Ettől nagyjából 9-11 között tudna maximum és jelenleg a, a gyakorlatilag ugye 53%-át adja le a, a névleges teljesítménynek, az aksi most 45%-on van, és nagyjából 5 kw töltjük, a háznak most 2,48 a felhasználás, és látszik egyébként, hogy nagyjából a töltés, ami azt mondja, hogy 4 kW a produkció, az nagyjából olyan fél tizenegy felindult el, mivel nekünk úgy van fordítva, egy picit a délhez képest, hogy nyugat, tehát a nyugvó nap irányába van fordítva a napelem, nem teljesen délfelé felé mutat, úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit elfordul, illetve azt tudjuk, hogy csökken a hatékonyság azáltal a napelemnél, és ezért például a május nekünk a legjobb hónapunk volt, az az oka, hogy ahogy túl melegszik, tehát meleg lesz a rendszer. Most írja, írta valaki, hogy, hogy hát ebben a környezet a melegedéssel, hát baszki az aszfaltozással, a fekete autókkal és egyebekkel, tiszta betegek egyébként az ember. A fekete autójuk van, és most egy új divatot látok, hogy ez a, ez a szürke, ez a sesint, jellegtelen seszint vesznek, de olyan drága 100 000 eurós Audi-kba, porsche hogy ezt ki fogja tudni eladni utána ezt a fos szint, ami, tehát ingyen adná Se kéne. de a fekete az, ami, ami dömpingben van, tehát most figyeltenek biztos a parkolókban, a kikötőnkben, meg bárhol jártunk, Zádár egyébek biográd városokban, a fekete a domináns, tehát ahhoz képest az én kis napelemem a feketesége az erdőben, a, a zöld pázsit fölött, szerintem lényegtelen, de az a lényeg, hogy most itt állunk, és látszik, hogy vannak kiugró részek, nyilván a 2,46-nál valószínűleg a feleségem főz valamit, vagy süt, hiszen a vasárnapi ebéd készül, most lesz uh, két perc múlva dél, és mindig friss, ilyen mindenféle ilyen készítelneentes uh, friss ételt eszünk. Na, hát ez hozzá tartozik, ez is a napelem része, természetesen, és itt nincsenek, ugyan fűteni gázzal fűtünk, de általában itt Ausztriában nincsen annyi gáz. Szóval, ez volt, ami egy, uh, egy lényeges, de menjünk vissza a PowerPoint-omhoz, és itt uh, nézzük meg az egyik hozzá, szólást, méghozzá itt volt te a nagy husi, úgyhogy azért merem megmutatni, mert nyilvános hozzászólása az múltkori videómon meg, alatt meg tudod nézni, és nincs benne a neve, úgyhogy nem tudom ki az a nagy husi, Valószínűleg van benne egy kis darab önkritika, nem tudom. Minden esetre, amit ír, az érdekes. Tehát, tehát látom elég nagyba egy pillanatomnak. Tehát sorozatosan feltételezed a napelem, mi? Felültervezted a napelem teljesítmény sokszorosan fölé tervezted, sokszorosan. Tehát a 14 kilowattot szinte jó részt mindig kihasználjuk, de szinte sokszorosan. Tehát ez az, amit mondtam, hogy Magyarországon 3-4 kilowattos rendszereket raknak föl, beteg dolog, rossz hatékonyságú. Így nyára sem termelik meg csak a fele, harmada energiát. Nem ez a lényeg. Télen szeretném kihozni az én fogyasztásomból a legnagyobb saját termelési részt. Tehát, ha nyára, nyarat néz, ez valamit azt mondtad, hogy hát a, az autó fogyasztását, vagy a, vagy a arra kell tervezni, mint hogyha 45 os emelkedőn padlógázzam egy fölfelé. Nem erre kell tervezni. Tehát, tehát, a nyára való tervezés semmi értem, ha nyárra tervezed, olyan kicsit tervezel, akkor az télen 10-20%-át fogja csak kitermelni a te felhasználásodnak. Abszolút rossz irány, de hát ő szakember, ez kiderül a hozzászólásaival. A kók megtérülését nem számoltam még ki, nem tudom, mi a francból tudná kiszámolni, hiszen semmilyen paramétert nem tud róla, de majd kiszámolja és elmondja. De úgy sejtem, ez sem fog meg, ez sem egy megtérülő befektetés. Energia megtakarítása talán többet költesz, mint az én családom összes bevétele. Nem tudom. Költségek mellett pedig mindig környezetrombolás. Így van. Hát hatalmas környezetrombolást csináltunk, fúrtunk 30 vanány lukat, 12 centi átmérővel, amivel öntöttünk egy kis beton. Na, hát ennyit erről. Szóval vannak ilyen hozzászólások, és nyilván, nyilván ez egy nagyon nagy gond egyébként, de adnék egy példát, hogy a szakemberekkel mennyire tele van a hócipőm, és tudom, én nem vagyok szakember, mondhatjátok, én egy is felhasználó vagyok, azt Én emlékszem, hogy bármelyik házunkban legyen, az Budapest, Vasztéjon volt egy házunk, vagy a Muraui házban, vagy, vagy Zalakos, vagy, bár, vagy, itt, az itt egy bármelyik házba, ha szereltettem kazánt, akkor mindig kétszer akkorát akartak berakni. És... <tosz> legelső a budapesti háznál úgy össz is vesztünk, mert egy 48-50 kilowattos kazánt akartak berakni, Ök egy 24-es is nagy volt egyébként, aztán végén 16-os vagy, vagy 20-as traktunk be, és, és bőven elvittem a mínusz 20 fokban is Budapesten a házunkat. Miért? Azért, mert legtöbb esetben van egy ökölszabály, vagy ilyen hüvelykúj szabály, a szakembereknél, amivel terveznek éves felhasználás, ugye az átlagolási és egyéb hibákból, és ebből kifőleg a kazánokat mini túl a napelemet mindig alul tervedik. Sokat vitatkoztam velük, ekkor mondanom, a számok azt mutatják, hogy mindig nekem volt igazam. Úgyhogy ha azt hallod, hogy amikor kalkulálják neked azt, hogy mekkora napelem kell, és azt mondják, hogy hát az mennyi az éves felhasználása a ház, is, ebből számolják ki, akkor tudhatod, hogy abszolút falnak vezetnek. Lehetséges, hogy van olyan szituáció, ahol nem rossz megközelítés lenne ez, hogyha elszámoló árad van éves szinten, de úgy tudom, hogy ez már Magyarországon is megszűnt. Tehát erre tervezni, vagy így tervezni, az éves felhasználás abszolút egy elavult, rossz irányba vezető vállam vitát, csak emberi módon vitatkozzatok, jó? Tehát ez pont olyan, mint van egy ilyen régi vicc, nem tudom, hallottad, hogy elmegyek szaunázni mondjuk Finországba, és ráülök a kájhára, a fejemet meg kidugom a mínusz 20 fokba, átlagosan nagyjából 30 fokon vagyok, ami tök jó, csak közben megégek, és a fejem lefagy, magyarul megdöglök. Szóval ennyit az átlagról. Tehát az átlag az soha nem jó semmire mondhatni így, politikusoknak szokott jó lenni. Mérnöki tervezésben az átlaggal számolni abszolút balgaság lenne. Úgyhogy ennyit a kritikákról, hogy előre jelezzem, ha már ilyeneket akartok írni. Szóval visszatérve a rendszerre, Öm, hogy mennyire, tehát egy picit mutassam meg azt is, hogy gondolkozzatok józan észre. Ez a sikervitamin csatorna nem arról van szó, hogy mi szolár tanácsokat akarunk adni, nem arról van szó, hogy autós csatorna lennénk, ha bár húzunk ebbe az irányba, hanem arról van szó, hogy józan ész szeretnénk, hogy, hogy használd. A legfontosabb, hogy kérdélezd meg mindent. És egy ilyen volt például, azt mondom, Horváth András ...nak láttam egy videóját, nagyon-nagyon régen már nem nézem, de amikor napelemet telepített, azt megnéztem, és ráadásul, ráadásul másoktól is ezt, ezt, láttam valamilyen másik YouTube, magyar YouTube-on is, hogy hát az invertert az kültérbe kell telepíteni, ugye, kívülre, sokan az erre alá rakják, kívülre, a házon kívülre, hogy zajos, hogy ne belül zajogjon, hogy mindenféle indokot adnak rá abszolút bullshit, és a legrosszabb döntés. Gondold végig, ha kívülre rakod, akkor nyáron állandóan megy a ventilátor, és valószínűleg túlmelezik a rendszer, vagy nagyon magas hőfokon működik, ami hamar tönkre menetelhez vezet. Ami nem csak, hogy hamar tönkre megy a ventilátor, az elektronika is élettartama csökken. Télen pedig az utcát fűtöd vele, holott egy nagyjából 8-10 os veszteség mellett el tudod képzelni, hogyha egy nap megtermelünk 30, 40, 50, 60 kWh, akkor 3, 4, 5, 6 kWh az utcára fűtesz, mi azt beraktuk a lépcsőházunkba, és az fűti, nem az utcát. De nem elég ennyi. A másik az, hogy túl hosszúak a vezetékek. Tudnélik, a, a legnagyobb vesztességed vezetéken nem a napelem, hogy lejön, az nagyjából 600-700 volt között van, ugye mindenki kétszer 18 vagy 19, tehát 36 vagy 38 napelem van, Üm, ami lejön áram, az van 650-700 volt körül van, és nem több, mint 10 11 néhány amper. Tehát ott a, ugye az amper adja főleg a veszteséget, nem a feszültség. Ott minimális, az is a nagy átmérőjű szolárvezetéken jön le. Ami a nagy veszteséget jelentheti, az az aksi, és az inverter között lévő rendszer, mert nem 650 volt van, hanem csak 48 volt, és a 48 volthoz viszont akár több száz amper is párosodhat. Tehát ebből jön az, hogy tulajdonképpen a veszteség a kábelen, a nap, a, az akkumulátor és az inverter között van gondolod végig, nézzél utána, nem kell szakembernek lenni. És ebben, ha növeled a távolságot, drasztikusan nagy lesz a veszteséged. Tehát benn van az axi, aksi, az aksit eleve nem tudod kívül rakni, mert kívül mínuszok lennének, meg azt is ellopják, majd mindjárt mondom, Ö, hanem, hanem, lehet, hogy 5-6-8 méterre van mi, ezt egy méteren belül oldottuk meg, azért vannak közvetlenül alatta az a kupakok. Tehát abszolút balgaság kívülre vinni, a veszteség miatt is, de nem csak erről van szó. Magyarországon élünk, mármint éltek, mármint élnek, akik ezt a videókat csinálták. A horváthoz is árult, hogy hol van meg minden, és, és ha kívülre rakod egy invertert, ami egy millió vagy még többe kerül, ha a, a vasat ellopják, akkor szerinted egy ilyennek milyen esélye van, főleg éjszak, amikor tehermentes ugye a napelem, a nagyfeszültségű része, 3-5 perc alatt egy akus csavarúzóval, csavarozóval le lehet szedni, és tik így elvágom a kábeleket, mert éjjel nincs rajta 600 volt, 10-15 volt szokott lenni, megnéztem, éjjel én is éjjel szereltem, ha kellett valami csatlakozót vagy ébet összedugni, hogy termentesen történjen, és pillanatokat ellopják a közel egymillió értékű, vagy akár egymillió is többe kerülő invertert. Abszolút bodarság, amit tanácsként mondanak, hogy kívülre rak. Bel, Mindenképpen belülre kell tenni. És nyilván nem a hálószaládba rakod, mert ugye az volt egyik főindok, hogy zajos. Hát oké, okay, de ha belülre rakod egy hűvös folyosóra például, akkor annak télen növeli a őfokát, nyáron eleve hűvös a folyosónk, a lépcsőházunk, mert ez egy nagy ház, tehát lépcsőházban öt lakóegység van benne. <laughs> tehát egyszerűen badalság kívülre tenni, az akupak mellé kell tenni, lehetőleg egy-két méter ember. Úgyhogy nagyon-nagyon sok szakember, vagy hát ugye mondják, hogy én hülyeséget beszélek az autóról, mert Horváth Andráshoz persze ért hozzá, nevezőt szakembernek, nevez engem nem szakembernek, de tömik hülyeségeket uh, tanácsolnak a legtöbb esetben. Úgyhogy ha most összegeznem kéne az én szemszögemből, lehet elvitatkozni vitatkozni, várom a hozzászólást, hogy lehet -e ingyen autózni, igen, tehát ö, nekünk ebben a konstanszi ingyen autózunk. Persze, meg kell venni az elektromos autót. Persze, meg kellett venni a, a szolárrendszert, és telepíteni kellett, ami volt egy havi munka, vagy másfajta munka, személyesen csináltuk a fiammal és a vejemmel. De Innentől minden plusz közlekedés, minden plusz út, ami nagyjából max. 30 kilométernél nem lehet hosszabb, hiszen 15 km után már kijutották Grácból, és a Grácz északi részén vagyunk, tehát a déli részér is átjutsz 15 kilométerből, tehát nem tudjuk kifogyasztani egy nap alatt. Nagyjából 120, tehát egy 22 kilovattos aksi van menne, nagyjából 120 kilométer hatótávolságú zoénkat. 9 és fél éves, ha mellé állsz, olyan, mintha új lenne, úgy is működik, az aksit leteszteltettem most teljes értékű, tehát nincs degradáció, 90 valány százalékos az axi. Egyébként, ha a degradáció lenne, akkor cserélik meg béraksi, ezért mentem bele a béraksiba, ezért volt ilyen olcsó. Tehát igen, minden plusz dolog már szinte ugyan van, ráadásul nem azért tettünk napelemet, hogy autó legyen, hanem azért, hogy a háznak az áramszámláját csökkentse, az autó az igazából haba tortán. Szerintem, ez csak becslés, szerintem a negyede, ötödénél nem fogyaszt többet az autó a házhoz képest. A házunk sokat fogyaszt, és elkaptam a bűnöst, a feleségem, aki finom kajákat csinál. Úgyhogy szóljál hozzá, mondd el a véleményedet. Én azt gondolom, hogy ez egyik legjobb befektetés volt részünkről. Ez a 7 év, ami a 7 éves megtérülés, ami azt gondolom, hogy rövidülni fog azáltal, hogy még egy autó és esetleg, amire még lehet bővíteni, hogy esetleg bővítjük egy darab akupakkal, onnantól kezdve valószínűleg, ha ez bővítés megtörténik, akkor a, amikor fúra tudjuk, fúra töltődik a két akupak is, akkor valószínűleg el tudna még többet tárolni, általában háromkor már tele van a két akupak, és például egy esős napnál, a komplet egy vagy két napot tudná vinni, plusz éjjel is tudunk tölteni. Ugye írta ugyanez a szakértő hozzászóló, hogy hát semmit se ér a rendszerem, mert nappal, amikor nem vagyok otthon, én jólrészt home office dolgozom, és sokat vagyok itthon, tehát ez helyből rossz feltételezés volt, írja nagy Dagi vagy nagy Husi, nem, nem tudom tölteni éjjel, amikor meg nem termel a nap, akkor pedig, nem, akkor pedig drágán kell vennem az áramot. Ez kompletten nem igaz. Tehát hónapok óta egy-két nap kivételével gyakorlatilag nem veszünk áramot a hálózatról. Most a, az elmúlt három hónapban csak a hónapra nézve 90-95% fölött van a, a, saját termelés a felhasználáson belül. Úgyhogy ezek mind-mind elméletek, mind-mind régi paradigmák, amely az elektromos autónál ugyanúgy tele vannak az emberek régi paradigmákkal, hogy első 60 kil 60 ezer kilométer után ö, éri el a, a CO2 hátizsák terhelése, úgymond az akupaknak. Ezek mind-mind-mind meghaladott ö, információk. Amikor megszülettek, akkor se voltak teljesen igazak csak bizonyos konstellációban. Én azt gondolom, hogy ma az egyik legjobb dolog, ha van lehetőséged napelemet telepíteni, és gondolkoz. Gondolkoz, gondolkoz. Értelmesen, ne fogadj el mindent, amit szakemberek mondanak. Semmilyen területen egyébként. Na, hát várom a hozzászólásokat, értelmesen, okosan. Ne mondjátok el, hogy nem vagyok szakembere, és maradjak a kaptafánál. Tudom, hogy nem vagyok ennek a szakembere, nem is akarom, sőt vállalom, hogy amatőr vagyok, vagy kókler, vagy amit akarsz. Én csak a tényeket mutattam meg. Ennyi. Sok sikert! Találkozunk jövő héten!